Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, kérünk téged, hogy a te láthatatlan valóságodban légy jelen közöttünk, és elevenítsd meg a mi életünket, teremts, Uram, veled való élő kapcsolatot. Látod, hogy olyan sokszor eltávolodunk tőled, olyan sokszor elmenekülünk előled, de te mindig utánunk jössz. Köszönjük, hogy elküldted, értünk a jó pásztort, aki értünk is, utánunk jött, megkeresett és megtalált bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra, nem hagysz elveszett állapotunkban, hanem mindent megtettél, hogy megkeress, megtalálj, és a magad számára visszavezess bennünket. Kérünk, hadd legyen ez a mai este és az elkövetkező alkalmak is neked alkalom arra, Uram, hogy megszólíts bennünket, hogy kérdéseket tégy fel nekünk, és add, hogy ne utasítsuk vissza a te kérdéseidet, hanem tudjunk arra válaszolni. Szent lelkeddel szenteld meg értelmünket, gondolkodásunkat, elevenítsd meg, tedd élővé a te igédet. Amen. Kedves testvéreim! Szeretném még az igeolvasás előtt elmondani azt, hogy azok a esti igehirdetések, amelyeket most hallani fogunk, azok egy olyan összeállítást tartalmaznak, hogy az Isten kérdez bennünket. Általában mi szoktuk kérdezni Istent, és ez nem baj, sőt, ez már nagyon jó, mert amikor mi már kérdezzük Istent, akkor ő már előbb közelített hozzánk, keresett bennünket, és kérdéseket tett fel nekünk. És ma este az első kérdés, amit majd hallhatunk, hogy hol vagy? Isten kérdezi az embert. És most felolvasom Isten igéjét, Mózes első könyvének, első fejezetének, harmadik fejezetéből, a 8. verstől a 13. versig a következőképpen. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amit szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy, talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Uram, a te igéd, lélek és élet, áld meg, hogy számunkra is azzá legyen. Amen. Sokszor hallottam, hogy Isten igéjét, különösen Mózes első könyvének az ős történeti részét emberek becsmérelték, lekicsinyelték, mesének titulálták, de meg kell mondani, hogy sajnos azok az emberek teszik ezt, akik nem vették soha fáradtságot, hogy ezeknek a csodálatos igéknek a mélyére hatoljanak, mert akkor megrendülne a szívük, megértenék, hogy itt valami zseniális
dolgot hallhatunk, valami egészen rendkívülit hallhatunk, hiszen Isten maga szól, Isten maga beszéli el ezt a történetet az ő lelke által, és ezért zseniális ez, és csodálatosan, elrejtetten, de benne van mindaz, ami Istenre, az emberre, sőt, a bukott angyal fejdelemre, a sátánra is vonatkozik. És most kellene megnézni ebben az igében azt, hogy aktuális ez egyáltalán. Hát ez valamikor egyszer egy bizonyos szituációban hangzott el, mit tartozik ez rám, mondhatná valaki. De ne vessük el ezt ilyen korán magunktól, hanem gondoljunk bele, Ádám az örök ember, és Ádám az ember képe, a földből teremtett ember képe, akit az Isten teremtett, és akit az Isten szólít meg, és most éppen az Isten keres. Nem azért, mert nem tudná az Isten, hogy hol van Ádám helyileg. Nem helyileg keresi az is, nem helyileg keresi Ádámot Isten, hanem lelki értelemben keresi Ádámot. Valami megszakadt az Isten és az ember között. Megszakadt a bizalmi viszony. És ezért a rejtőzködés, ezért a félelem, ahol megszakad a bizalmi viszony, ott mindig feszültségek lépnek fel, félelmek keletkeznek az emberi lélek egyik legfélelmetesebb állapota, hogy fél. A legnagyobb emberi életérzés a félelem. Ezt tessék komolyan venni, mert ez tudományos tény, megállapították pszichológiai kutatók Amerikában, hogy több mint 7200 féle félelmet gyűjtöttek össze emberektől. Hát ezért ez egy rettenetes életérzése az embernek, hogy fél. Tulajdonképpen most nem akarok én ebbe belemenni, mert nem erről van szó, hanem valóban mi is az oka mi félelmünknek. Ez egy természetes velejárója az emberi létnek? Nem. Tessék elhinni, hogy nem. És éppen az egyik boldogtalanság forrása az emberi életben, hogy nem tudunk soha semmit megélni boldogan, örömteljen, mert úgy van, ahogy a latin közmondás mondja, hogy post equitem sedet attracura, a lovas mögött ott ül a sötét gond, a félelem, a szorongás, mind az, ami tulajdonképpen elveszi aztán az örömünket, hogy tudjunk felhőtlenül boldogan élni. A keresztény embereket sokszor gúnyosan megszólják, mikor aztán kimondjuk ilyen rövidzállatos egyszerűséggel, hogy mindennek oka a bűn. Igen, ám csak, hogy ezzel a kifejezéssel, ezzel a szóval a mai ember már nem is tud igazán mit kezdeni. Komolyan. Mi idősebb generáció még tudjuk. Nekünk megtanították. Tulajdonképpen így is mondhatnám, hogy belénk verték. Mi tudjuk, hogy mi a bűn. De valóban tudjuk. Sokszor én is azon is elgondolkozom, hogy valóban tudjuk-e, hogy mi a bűn. És az Úr Jézus aztán megmondja nekünk, világosan megfogalmazza, hogy Isten hogy látja, mi a bűn. Jézus ilyen egyszerűen mondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Nem hisztek bennem. Ez a bűn. Tehát mi történt itt? Valami megzavarta az Isten és az ember bizalmi viszonyát. És ezt nevezzük bűnnek, ezt a magatartást, a bizalmatlan, mindent megkérdőjelező, a másiknak hátat fordító magatartást, amit az ember tanúsít az Istennel szemben. Miért? Mert megszegte az egyetlen parancsot. Isten a paradicsomi embernek egyetlen parancsot adott. Én most így fogalmazom, ne álljon szóba az ördöggel, mert az a kép, az a bizonyos fa és a gyümölcse, a jó és a rossz tudásának a fája, az nem más, mint, most így mondanám, a felvilágosítás helye. Ahol felvilágosították az embert, hogy az Isten nem olyan, mint aminek te tudod, meg hiszed,
és tulajdonképpen elültették az emberbe az örök kételkedést és bizalmatlanságot az Istennel szemben. Isten tudta, hogy ez a veszély leselkedik az emberre, miért hagyta? Ez nagy kérdés, de hagyjuk a végére. Megmondom miért, mert fel is tették tulajdonképpen nekem ezt a kérdést, de majd talán azért egy-két szót hadd mondjak róla. Az ember ekkor milyen állapotban volt? Sokan azt hiszik, hogy akkor az ember a legtökéletesebb állapotban volt, amiben csak lehetett. Jó állapotban volt. Ártatlanság állapotában volt az ember. De az ártatlanság állapota az nem az egészen tökéletes állapot. A tökéletes állapota a szentség állapota. Egy kisgyermek, egy kis baba az ártatlanság állapotában van, mert nem tudja, mi a jó és mi a rossz. A szent pedig az, aki tudja, mi a jó és mi a rossz, és a jó mellett dönt. Ez a szent. És ezt akarja az Isten, a szenté lételünket. Próbára kellett tennie az embert, azért hagyta ott, ebbe a szituációba, hogy igen, lázadhat ellene, ellene fordulhat, dönthet Isten ellen, hiszen Isten szuverén lényeket teremtett. A bűn eltávolította az embert az Istentől. A testvérek is biztos láttak középkori képeket. A paradicsomi bűnesetről, a fát, a gyümölcsöt, a leszakító Évát, és közben a középkori képekben ezt általában a szexuális bűnnel hozták összefüggésbe, és azzal azonosították. Ez tökéletes teológiai tévedés, szó sincs róla, nem szexuális bűnről van szó, hanem okkult bűnről van szó. Ördögi szóbaállásról van szó, az ördöggel való kapcsolatról van szó, démonikus bűnről van szó, teológiai bűnről van szó. Egyáltalán nem testi bűnről van szó, hanem szellemi, lelki bűnről van szó. Az ember bizalmatlansága ma szinte határtalan. Az Istennel szembe és egymással szemben is. Hiszen Isten létét is megkérdőjelezi a mai ember, de hát ez már oda tartozik, amiről aztán szeretnék többet beszélni, hogy az Úristen azt kérdezi Ádámtól, hol vagy? Hol vagy, akit teremtettem? Hol vagy, drága gyermekem? Mert ebben a kérdésben feleletet is vár az Isten, de benne van, hogy kereslek, mert szeretlek. Mert fontos vagy nekem, nem akarok lemondani rólad. Tudom, mit tettél, mégsem akarok rólad lemondani. Testvérek, felcsillan már ebben az egy kérdésben az isteni kegyelem, mint egy jó szülő, mint egy igazi édesanyja, aki nyugtalan, ha nincs a gyermek a közelébe. Hol vagy? Nem vagy a helyeden, nem vagy nálam, nem vagy az enyém. Ez van ebben a kérdésben. És most, ahogy az elején mondtam, bátran szembesüljünk ezzel a kérdéssel, mert örök aktualitása van ennek a kérdésnek. Különben is, ahogy Luther fogalmazta az igéről, az ige az nem valami ózsdi dolog, nem is modern dolog, hanem örök. Isten igéje örök. Tehát az örök emberhez szóló kérdés, hogy hol vagy, és most hadd mondjam ezzel a csúnya kifejezéssel, amit a teológia használ az ember ismeretére, hogy antropológiai kérdés ez. Tehát, mint ember, hol vagy? A helyeden, a teremtővel való bensőséges kapcsolatod van, vagy elszakadtál tőle, és nem vagy a helyeden? Biztos hallották a testvérek, de annyira frappáns megfogalmazás, amit Augustinus mondott, Uram, te magadnak teremtettél minket,
és meg nem nyugszik a mi lelkünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Na, innen van a félelem, a nyugtalanság, az idegesség, mert az ember arra teremtetett, hogy Istennel bensőséges, élő kapcsolata legyen. Tehát ilyen értelemben hol vagy? Megvan az életedben ez az Istennel való drága és szent, bensőséges kapcsolat, szeretet kapcsolat. Vagy pedig úgy vagy már, mint Ádám. Tudnélik, Ádám utódainál ez a természetes, hogy félünk az Istentől, vagy pedig az elrejtőzködésünk egész odáig megy, hogy a fejünket a homokba dugjuk, és azt mondjuk, nincs is Isten. Mert nem bírjuk elviselni Isten létének gondolatát. Az ember, amióta megtudta, mi a jó és mi a rossz, amióta az ördögi hatalom alá került az élete, azóta az ember nyugtalan, fél, rejtőzködik az Isten előtt, és megijed, ha meghallja a hangját. Tessék megfigyelni ezeket a kifejezéseket, na és itt van ennek az igének a zsenialitása. Ahogy leírja ez az isteni ige nekünk az ember helyzetét, és most tessék belegondolni, ebben vagyunk mi. Abban vagyunk, hogy rejtőzködünk, abban vagyunk, hogy félünk, és még hallani sem merjük az Isten hangját, mert valami történt velünk. Persze mi már szinte sokszoros áttételeken keresztül örököljük meg ezt az állapotot, hogy nem vagyunk otthon, nem vagyunk a helyünkön, nem vagyunk az Istennél, hanem egy ilyen elrejtőzködött állapotban vagyunk. Lehet, hogy az ember azt mondja, hogy na, én vallásos ember vagyok, tehát nem vagyok ebben a helyzetben, mert én nekem van kapcsolatom az Istennel, imádkozom, Bibliát olvasom, és így én nekem élő kapcsolatom van az Úrral. Hát ezt mindenkinek magának kellene most eldönteni. Valóban élő kapcsolatod van? Vagy a vallásosságunk csak egy pótcselekvés? Ne tessenek megsértődni, komolyan ne tessenek megsértődni, senkit nem akarok megbántani, hanem gondoljuk végig a dolgokat. Mert az ember vallásossága bizony nagyon sokszor pótcselekvés, menekülés. Tulajdonképpen persze az Istenhez akarnánk menekülni, hiszen jó is ez a gondolat, csak jól csináljuk-e? Jól vagyunk-e vallásosak? Jól akarunk-e visszakerülni a mi Urunkhoz, Istenünkhöz? Helyesen tesszük-e azt, amit teszünk? Mert arról nem is beszélve, hogy a pogány ember éppen úgy az Isten gyermeke, és az Isten éppen úgy keresi, mint a hívő keresztényt, és gondoljunk bele, hogy milyen nyomorultul keresi a pogány ember a maga bálványaiban az Istent. Vagy sokszor mi is bálványokat hiszünk, bálványként tiszteljük az Istent, mert nem ismerjük. Vajon ismerjük-e? Amikor az elrejtőzködés állapotában van az ember, biztos, hogy egyáltalán tudja, kicsoda az Isten? Majd ezek az elkövetkezendő esték kérdéseiben előjönnek. Tehát, amikor meghallották az Úristen hangját, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Igen, hát nem tudom, mi miben rejtőzködtünk el, és hogyan rejtőzködünk el az Isten elől. Ahogy már említettem, a legszélsőségesebb eset tulajdonképpen az Isten tagadás, amikor nem is akarok tudni róla, nincs. Nem foglalkozom vele, nincs Isten. Ez a legrémisztőbb és a legszélsőségesebb menekülése az embernek az Isten elől. Mert ez csak menekülés.
Megfigyeltem, és majd tessenek csak ráfigyelni, amit mondok, hogy azok az emberek, akik nagyon hangosan hirdetik, hogy nincs Isten, félelmükbe teszik olyan hangosan, mert a szívük ellentmond. A szívük ellentmond. Vagy tessék megfigyelni, hogy a mai világban, hogy harcolnak emberek azért, hogy a bűnt ne nevezzük bűnnek. Például a paráznaság az nem bűn. Saját testeddel azt teszel, amit akarsz. Jogod van hozzá. Hát amihez jogom van, természetes, az nem bűn. Vagy ott az abortusz kérdése. Nem bűn, jogod van hozzá. Sőt, a törvény még biztosítja is. Aztán most leghangosabbak a homoszexuálisok, mert ezt a kettőt már mindenki elismerte tulajdonképpen, hogy nem bűn, most ők harcolnak a jogaikért. De miért fontos ez? Miért kell ilyen drasztikusan harcolni? Miért kell az egész világot megmozgatni, hogy elismerjék, hogy nem bűn az, amit én teszek? Azért, testvérek, mert a szívünk mélyén vallást tesz a lelki ismeretünk, ha még van, ha még nem öltük meg, hogy amit teszel, az bűn. Hogy mennyire így van? Volt úgy, hogy 80 éves idős asszony kéretett magához, mert nem tudott megszabadulni egy életen át attól a bűntől, amit fiatalasszony korában elkövetett, hogy megölte a magzatát. Nem tudott tőle megszabadulni. Egy nagyon közeli ismerősöm azt mondta nekem, 50 éve álmodok azzal a kislánnyal. És most egy pillanatra álljunk meg, testvérek. A lelki törvényszerűségek éppen olyan kemények, mint a fizika törvényei. Kikerülhetetlenek, megmásíthatatlanok, ahogy a nehézségi törvényt vagy az elektromosság törvényeit nem lehet megváltoztatni, mert törvény, ugyanúgy a bűn is törvény bennünk, egy rettenetes törvény, ami pszichikai, sőt, pneumatikus, szellemi szinten működik bennünk. Ezek nagyon mély törvényszerűségek és igazságok, kikerülhetetlenek. Ezek azok, amik aztán végül elválasztanak az Istentől, mert félek. Félek a Szent Istentől. Hát tulajdonképpen jól teszem, ha félek, de nem így. Mert ez az ördögi félelem. A Biblia azt mondja, hogy az ördögök tudják, hiszik, hogy van Isten, de rettegnek. Tessék figyelni, rettegő ember. Ez nem egészséges kapcsolat. Ahol egy kapcsolatban rettegés van, az nem normális kapcsolat. De hát ezt okozta a bűn. Ezt okozta az a démonikus behatás, az Isten elleni lázadás, mert erről van szó. És a mi bűnünk nem valami erkölcsi csetlés, botlás. Tessék elhinni, nem erről van szó. Így próbáljuk elkenni a dolgok élét, hogy erkölcsi botlásaink vannak. Hát már ez is egy komoly kifejezés, de több ennél. Ez teológiai bukás, véres lázadás az isteni törvények ellen. A törvény ellen. Ezért aztán visszahat ránk, az elkövetőre. És olyan pszichikai következményei vannak, amelyek nyilvánvalók az életünkbe. Testvérek, teljesen nyilvánvaló. Ez tesz bennünket tönkre. És az Isten ezért kérdezi, hol vagy? Nem vagy a helyeden, nem jó helyen vagy. Szeretném, ha nem ott lennél. Szeretném, ha nálam lennél. Meggyógyíthatnálak. Ha magamhoz ölelhetnélek. Gondoljunk a tékozló fiú történetére, hogy az atya átöleli a hazatérő gyermekét. És az ördög pedig azt hiteti el, hogy az Isten egy rettenetes Isten, akitől jobb, ha elmenekülsz. Nem, testvérek, az Isten nem ilyen Isten. Majd látni fogjuk, mennyire nem ilyen Isten. Ő Szent Isten, bűngyűlölő Isten, de a bűnös szerető Isten.
megváltott bennünket a saját fia élete árán a bűntől. De mi úgy hozzászoktunk már ehhez keresztények, annyira megszoktuk, annyira tudjuk, betanult leckeként is, álmunkból felébresztve is tudjuk, de hisszük is. Átéltük ennek a teljes mélységét, drámaiságát, élethalál kérdését, mert aki nincs az Istennél, az nincs az élet útján, az kiesett az életből. A bűn tragédiája, hogy kiesett Ádám és Éva, az életből estek ki. És aki visszakerül az Istenhez, az visszakerül az életbe. Ez élet és halál kérdés, ez nem erkölcsi kérdés, ez a legsúlyosabb teológiai kérdés. Mert az és antropológiai kérdés, és a kettő kapcsolata, Isten és az ember kapcsolatának kérdése. Ugye, most egy kicsit kapcsoljunk emberi vonatkozásokra. Gondoljuk meg, hogy mi is felteszünk kérdéseket a másiknak, gyermekeinknek, a házastársak egymásnak. Mert hiszen a házasságban is tud úgy élni két ember, hogy egy asztalnál étkeznek, egy ágyba fekszenek, és csillagvilágok választják el őket egymástól. Szinte semmi kapcsolat nincs köztük. Aztán ismerjük a házasságon belül is feltett kérdéseket, amit talán szeretett párod tett fel neked. Szerezte még engem? Fontos vagyok én még neked? Ugye, ismerjük ezeket a kérdéseket. És miért hangzanak el? Mert fontos. Mert neki, aki kérdez, fontos vagy. És így hangzik az Isten kérdése is, hogy fontos vagy. De lehet ebből kikerülni. Olyan aranyosak néha a fiatal emberek, akik megtérnek nagy lelkesedéssel, elindulnak a keresztény úton, aztán egy év múlva többen az őszintébbek azt mondják, Pista bácsi, ez nem működik, ezt nem lehet élni. Hát persze, persze, hogy nem, úgy nem, hogy mit csináljuk, így nem lehet. Ez csak egy gyermeki kapcsolatban lehet, hogy egyszerűen azzal a bizalommal élem a minden napjaimat az Isten közelségében, amit lehet, de tényleg lehet, és tényleg vissza lehet kerülni. És nem valami vallásos izzadság és erőlködés, valami erkölcsi küzdelem, nem erről van szó. Aki ezt próbálta meg, az tudja, mert én is megpróbáltam, ez eleve kudarcra van ítélve. Semmit sem tudunk tenni ezeket a dolgokért, gyakorlatilag semmit, azon kívül, hogy meghalljuk az Isten szavát, és akkor nem rejtőzünk el. Jézus olyan fájdalmasan mondta a zsidóknak, hogy ti hallani se bírjátok az én igémet. Rettenetes, nem? Milyen állapot? Azok a vallásos, hát ha valaki olvasta egy kicsit közelebbről, hogy milyenek is voltak a zsidók, a Jézus korabeli farizeusok, a vallásos zsidók, akkor mi hüledezünk, hogy ilyen rendkívüli, fanatikus vallásosság, amit ők műveltek, mi sehol nem vagyunk. És Jézus őjettük aggódott a legjobban. Ő miattuk volt legjobban kétségbe esve. Az ő helyzetüket látta a legreménytelenebbnek. Testvérek, nagyon komolyan meg kellene érteni, hogy itt tényleg nem erkölcsi küzdelemről van szó. Az is adatik az életbe. De Istennel kapcsolatosan nem erkölcsi küzdelmekről van szó, hanem arról, hogy akarom-e őt? Akarom-e a vele való kapcsolatot? A mi részünkről csak ennyi kell. És ha igen, akkor ő átölel téged. Akkor ő magához von téged. De persze mi úgy megyünk sokszor Istenhez, hogy mi vagyunk tele kérdésekkel. Majd ezek a kérdések elő is jönnek, de most ő kérdez. És most nekünk kell válaszolni. És a szívedben neked kell válaszolni, hogy te hol vagy.
most hol vagy? És én azt gondolom, hogy ez annyira nem, hogy így mondjam, ilyen vallásos, spekulatív kérdés, hanem olyan egyszerű, gyermeki kérdés. Ahogy az Úr Jézus feltette, és majd erről is hallani fogunk Péternek, szeretsz engem? Tehát ilyen egyszerű, bensőséges kapcsolat. Az Ószövetség nagyon sokszor azt a képet, illetve azt a kifejezést használja Isten és az ember kapcsolatára, amit a házasságban is használ, a megismerésre. Tudnék, az együtt élés megismeréséről van szó. Persze ezt tanulni is kell, most én nem a hittan ellen beszélek, meg a teológiai ismeretek ellen beszélek, meg az ige ismeret ellen, nem, Isten ments, ezt meg kell tanulni. Jézus is tanítványokat gyűjtött, és aztán meg kell élni. Ennek meg kell valósulni az életünkbe, az Isten és az ember kapcsolatának. Tehát a bűn miatt vagyunk ilyen elrejtőzködőek, Isten elől menekülők, de hát Isten elkészítette, hogy ne kelljen menekülni. Olyan érdekes, hogy itt Ádám és Éva mit összefecseg? Ahelyett, hogy azt mondnák, igen, Uram, mi ettünk arról a fáról, de ugye segítesz most rajtunk, nem hagysz bennünket ilyen nyomorult helyzetbe. De semmi bűn, beismerés, semmi bocsánatkérés, hanem egymásra kenik a bűnt. Végül Istenre. Tessék figyelni, végül mindig Isten lesz a bűnös. Ő az oka mindennek. Ebben a történetben is mit mond? Ádám azt mondja, hogy hát az asszony, akit mellém adta, az asszony azt mondja, a kígyó. De hát Ádám vádjában benne van az Isten vád. Az asszony, akit mellém adtál, te adtad, te vagy az oka, mérjet adtál. Tehát tulajdonképpen ez a bűn, ez már a bűnnek a következménye, ez a rettenetes viselkedés. Hogy én nem vagyok bűnös, én nem tehetek róla, én ezt örököltem, nekem ilyenek a génjeim, ilyenek az indulataim, én nem tehetek ezekről a dolgokról. Hát így aztán soha nem kerülünk vissza Istenhez. Soha. Ezzel az indulattal soha. És ez mély emberi dolgok ezek, nagyon mély, mindannyian testvérek, mi nem egy kicsit vétkezünk, meg áthágjuk az Isten törvényeit, hanem mi lázadunk Isten ellen, mi haragszunk az Istenre. Én most magamról beszélek, mert kicsi koromtól fogva vallásosan neveltek, már mikor tudtam olvasni, akkor olvastam a Bibliát magamnak, annak ellenére, hogy egy vásott kölyök voltam, de olvastam a Bibliát, és imádkoztam, és mégis rá kellett jönnöm a kamaszkoromba, hogy én haragszom az Istenre, hogy én ellenségeskedek az Istennel. Ez komolyan így volt. És aki megfigyeli a maga indulatait, tessék csak megfigyelni, a kudarcaink mögött, a nyomorúság, ránk szakad, a betegség, a halál érinti a családot, tessék megfigyelni a mi lázadásainkat. Egyszer meglátogattam egy idős asszonyt, és harmadik mondatom után azt mondta, azért nem megyek a templomba, mert haragszok az Istenre, mert úgy elbánt az én drága Urammal. Rákba halt meg. Rettenetes, igen, rettenetes dolog. És ez még rettenetesebb. A következmény még rettenetesebb. Ahogy mi reagálunk a dolgokra, ahogy nem értjük az összefüggéseket, hosszú, ebben most nem szeretnék belemenni, majd a következő napokban előkerülnek még ezek a dolgok, hanem vizsgáljuk meg azt, hogy tényleg hol vagyunk és mibe vagyunk. És most a végére szeretném elmondani a testvéreknek azt, hogy keresztény teológiákban is különbözőképpen ítélik meg a helyzetünket, hogy mibe vagyunk, ezt különbözőképpen ítélik meg, mindig is különbözőképpen ítélték meg, nem csak felekezetektől függően, hanem egy-egy teológus így látta, másik úgy látta, így magyarázta, úgy magyarázta. Van, aki azt mondja, mivel mi Isten képére teremtettünk, és nekünk kellene hordoznunk magunkon az Isten képűséget,
Hát, besározódott. A bűneink miatt kicsit besározódtunk. Hát ezt le kell törölni. És hát erre megvannak a jó nevelési és vallásos módszerek, és le lehet törölni ezt az arcunkról, és akkor egyszer csak előragyog rajtunk az isteni arc. De testvérek, ez egészen világos, hogy itt nem kell megváltás, itt nem kell Krisztus, itt nem kell az Istennek semmit tenni, mi ezt majd mi magunk elrendezzük. Ez egy abszolút hibás teológia, illetve antropológia. Rosszul ismerjük fel a helyzetünket. Mi nem ebbe vagyunk. De nézzük tovább, hogy látják mások. Ugyancsak teológusokat idézhetnék, de hát ez köztünk, mi mindannyian valamilyen szinten teológusok vagyunk, mert mindannyiunknak van Istenről elképzelése, gondolataink, ismereteink. Tehát van valamilyen teológiánk, van valami istenismeretünk, aztán valamilyen szinten magunkat is ismerjük. És aztán a következők például azt mondják, hogy hát bizony, mi emberek buktunk, erkölcstelenek vagyunk, bűnt követünk el, és ennek komoly kihatásai vannak, de majd megtérek, és ezzel rendezem a dolgokat. Vigyázzunk, itt megint nagyon kegyesnek tűnik a dolog, de én térek meg? Én mentem meg magamat? Ne csúszunk félre. A Biblia pedig arról beszél, hogy tökéletesen összetört rajtunk az Isten képe, átéltük a teljes bukást, Isten nélkül vagyunk, elveszettek vagyunk, a halálba vagyunk, az örök halálba vagyunk. Ez a Biblia kijelentése. De most melyik az igaz? Tudnék, ha az első volna az igaz, hogy tulajdonképpen rólunk csak le kell törölni a sarat, akkor nincs szükség Jézus Krisztus váltságára. Ha a második gondolat az igaz, akkor elég a mi vallásosságunk, és helyrehozzuk a dolgokat. Csak nem erről beszél a Biblia. A Biblia arról beszél, nincs igaz ember. Egy se, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent, mindannyian elhajlottak. Erről beszél a Biblia. Teljesen Isten nélkül vagyunk, mindannyian. De hát akkor mi a megoldás? Testvérek, csak az isteni megváltás. Ez a megoldás. Hol vagy? Tudnélik, ő keres. Ez a megoldás, hogy ő keres téged. Ő fog megmenteni téged. Ő tesz meg érted mindent. Ő küldte érted az egyszülött fiát, hogy hazavigyen, hogy a vállára vegyen, és visszavigyen. Ha ez nem így volna, akkor valóban elég volna egy kis vallásoskodás, elég volna kemény erkölcsi nevelés, egy kis önmegtartóztatás, de hát éppen Luther mondja legvilágosabban, hogy ő mindent kipróbált, a középkori katolikus vallásosság minden keménységét, az ostortól az éhezésig, a önkínzásig mindent kipróbált, és teljes volt a kudarc. Jézus így fogalmaz, amikor a gazdag ifjú kérdezi, hogy mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet, végül a tanítványoknak megmagyarázza. Embereknél ez lehetetlen. Testvére, ha magadat akarod megváltani, ha magadat akarod bejuttatni a mennybe, mondj le róla. Mert lehetetlen. Jézus mondta, embereknél ez lehetetlen. De az Istennél minden lehetséges. És tulajdonképpen ez az evangélium, és az az evangélium, hogy hol vagy, keres az Isten, fontos vagy neki. Tényleg fontos vagy neki. Na most így ismerjük-e az Istent? Ilyen Isten ismeretünk van-e? Vagy pedig egy olyan Isten ismeretünk van, hogy van egy rettenetes Isten, aki engem a pokorra fog taszítani, és el fog pusztítani, mert én ezt tettem, meg azt tettem. Hát ha valaki ilyen Isten ismerettel rendelkezik, jaj annak. Annak jaj, valóban. És ezért kellene megismerni az Istent. És ezért kellene megismerni Jézust, mert benne tette ki Isten a képét ebbe a világba. Ha akarod tudni, milyen az Isten, ismerd meg Jézust, és meg fogod tudni, milyen az Isten. Olyan az Isten, amikor Jézus beszél,
a tanítványainak, az aggodalmaskodó, a félő, a remeges szívű embereknek, akkor azt mondja, most mit aggodalmaskodtok? A mennyei atya tudta nélkül egyetlen verebecske se esik le a földre. Nektek még a hajatok szálai is számon vannak tartva. Emlékszem egy beszélgetésre, idős történelem tanár nőmmel beszélgettem, és azt mondta, én tudom, hogy van Isten, mert valaminek lenni kell. Én azt is elhiszem, hogy ezt a világot az Isten teremtette. De hogy rólam tud az Istennek, hogy velem törődik, na hát ilyen nincs. Ugye testvérek, micsoda óriási különbség van a teológia és teológia között, Isten ismeret között. Hogy valaki csak egy olyan Istent ismer, mint ahogy Madács is mondja, a mű forog, az alkotó pihen, aztán azt se tudja velünk, mi van. A föld meg forog a keserű levében. Hát, ha ilyen Istenünk volna, akkor most nyugodtan abba is hagyhatnánk. De erről beszél az ige. Nem ilyen az Isten. Már az első bukás után az embert rögtön keresi, hol vagy, szerencsétlen gyermekem? Mit tettél? Fontos neki. Nem mond le róla. És rólad sem mond le. Sokan azt gondolják, hát ezt így könnyű elmondani. De ott vannak az élet rettenetes fordulatai. Ott az a sok szerencsétlenség. Ott az a sok dráma. Hát akkor hol látszik meg az Isten szeretete ebben a világban? Hát majd erről a következő estéken beszélünk, mert meglátszik. És csodálatosan meglátszik az Isten szeretete. És hadd mondjam azt, hogy sok emberi erőlködés után, mikor végre a görcseimet elengedtem, és úgy odaadtam magamat Istennek egészen, hogy Uram, én nem tudok mit kezdeni magammal. Én nem tudok olyan lenni, mint amilyen Te szeretnél, hogy legyek. Nem tudok olyan lenni. Akkor történt valami. Tudjuk, amíg erőlködünk, amíg vergődünk, amíg magunk akarunk valamit elintézni, nem megy. Nem hagyjuk az Isten érvényre jutni. Nem hagyjuk, hogy ő cselekedjen. Mindent mi tudunk jobban. És amikor ő kezd el cselekedni, akkor valami egész csodálatos dolog történik, ahogy Reményik mondja, csak úgy magától. És ez a kegyelem. Csak úgy magától. Az Istentől. És tudod-e ilyen bizalommal is, testvérek, látjátok, ez a probléma, a hit. Hiányzik a hit, a bizalom. És ez veszett el, ez tört össze, ezért menekül a bokorba, ezért rejtőzködik az ember, mert megszűnt a bizalom, nem bízik az Istenbe, retteg és fél. Ahelyett, hogy úgy viselkednénk, azért mondta az Úr Jézus, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, és itt a karul ülőkről beszél. Ugye, talán sokan átélték már azt, én is átéltem, mikor az egyik kisgyermekemnek még a pelenkás fenekre pacsintottam, és odaszaladt, és átölelt a lábamat. Ugye, ez a bizalom. Az, aki őt megfenyítette, ahhoz menekül. Mi pedig elmenekülünk, elrejtőzködünk, el az Isten elől. Hangját se akarom hallani, mert félek. Hát ne féljünk. És legyünk olyanok, mint a kisgyermekek, és jöjjünk elő a rejtek helyeinkről, nem tudom, te hol rejtőzködsz, mibe vagy éppen, a magabízásodban rejtőzködsz, a jó vallásosságodban rejtőzködsz, vagy abban rejtőzködsz el, hogy jó édesanyja vagy, vagy csodálatosan végzed a munkádat a munkahelyen. Testvérek, ez mind elégtelen, másról van szó. Más dimenzió, egész más dimenzióról van szó. Ez olyan, még a világi példát is tudok mondani. Hát testvérek, a hétköznapi élet elég ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen? Micsoda önmegtartóztatás, micsoda edzések kellenek ahhoz? Hát elég az a viselkedés, amit mi produkálunk ebben a világban, Isten ezt akarja? Akkor meglátszik rajtunk az Isten képűség? Nem, testvérek, rajtunk nem az látszik meg.
rajtunk sajnos más vonások látszanak. És mikor megkérdezzük, miért ilyen a világ, hát azért. Mert a bizalmát az ember az ördögnek adta. Az ördögnek adta a bizalmát. Ez rettenetesen hangzik, és iszonyúan irritál, de tessék gondolni, hogy Jézus valami borzalmasat mond a hívő zsidóknak. Ti az ördög atyának a gyermekei vagytok. Én megmondom egész őszintén, fiatal koromban, hát föl voltam ezen háborodva. Hogy mondhat a szerető Úr Jézus ilyet? Hogy mondhat ilyet? Aztán rájöttem. Én is az vagyok. Amikor a sötét gondolataim, bűneim előjönnek, akkor kiderül, hogy én is az vagyok, hogy ördögi gondolataim vannak. Gondoljunk csak Jánosra és Jakabra, próbáljuk csak lemeszteleníteni a kérdést. Jézus két legközelebbi tanítványa tüzet akar kérni az égből, hogy elpusztítsák a samáriai falut. És akkor Jézus azt mondja, nagyon szomorúan, hát nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. A tanítványba is. Testvérek, akkor hol vagyunk? Hol vagy? József Attila egyik versében, amit az analízis után írt, a pszichológiai analízise után írt, az a címe a versnek, hogy én nem tudtam. Azt írja, hogy nem tudtam, hogy ilyen sötét bűnök barlangja a szívem. Én nem tudtam. Nem ismerjük magunkat. Nem tudjuk, hol vagyunk, testvérek. Higgyük el Istennek, nagy bajba vagyunk. Nem vagyunk a helyünkön. Nem vagyunk az élet helyén. És szeretném ezzel befejezni, és olyan jó lenne, ha megértenénk. Tényleg nem vagyunk. Egész addig, lehet, hogy közületek nagyon sokan a helyükön vannak. Bár így lenne. Isten adná meg, hogy tényleg a helyünkön legyünk. De onnan is sokszor ki tudunk ám esni, mi hívő emberek is. Ki tudunk esni, és vissza tudunk zuhanni abba, amiben voltunk, mert a test az test, a bűn az bűn. És csak befejezésül tényleg most ez az utolsó, hogy a testet ne azonosítsuk csak a hús testtel, mert akkor nagyon félreértjük a dolgokat. Ez a görög filozófia, hogy a rossz test meg a jó lélek, nem erről van szó. Mi úgy, ahogy vagyunk, mindenestől romlottak vagyunk, sőt, elsősorban a lelkünk romlott. Sőt, a test nem is tudna elvileg romlott lenni, a kéz azt teszi, amit a fej diktál. Tehát a szellemiségünkkel van a baj, és ezt a képet keresi rajtunk az Isten. Krisztus kép ragyog rólad. Amikor veled találkoznak, akkor az embereknek Jézus Krisztus jut az eszébe. Egy kis néger fiúcska mondta, hallgatva a misszionárius szavait, aki Jézusról beszélt, és egyszer csak fölkiáltott, ez a bácsi ott lakik a mi utcánkban. Egy keresztény hívőről felismerte Jézust. Felismernek-e? Felismerik-e Jézust rólad, rólam? Vagy mi jut az embereknek eszébe rólam? Milyen képet hordozunk ebbe a világba? Imádkozzunk. Uram, nagyon kérünk téged, hogy beszélj tovább velünk arról, hogy hol vagyunk. Mondd meg nekünk egészen világosan, személy szerint. Te mondtad, Úr Jézus, hogy azért küldöled el a pártfogót, a szent lelket, hogy meggyőzzön bennünket bűntekintetében, igazság tekintetében. Kérünk, hogy győzz meg bennünket, hogy nem jó helyen vagyunk, ha valóban nem jó helyen vagyunk. Kérünk, Uram, hogy hadd értsük meg, hogy csak nálad, csak otthon, az atyai házban van a jó helyünk, csak ott lehetünk boldogok, csak ott veheted el tőlünk a rettegéseinket, a félelmeinket, csak ott szabadíthatsz meg bennünket a gonosz indulatoktól, csak ott áldathatsz meg bennünket magadnál, nálad, a veled való szent közösségbe. Ó, Úrunk, könyörülj rajtunk, és add, hogy ne csak azt lássuk, hogy mi hol vagyunk és miben vagyunk, hanem hadd lássunk végre téged is,
hadd ragyogjon fel a te szereteted, a te féltő atyai szíved, aki féltékenyen keres bennünket. Kérünk, Urunk, így cselekedj a mi kis törékeny, elesett életünkkel. Kérünk, Urunk, személyesen mindegyikünkért, öncsodálatosan tudsz te minden emberhez odahajolni, neked minden emberhez szabad van, te neked minden ember egyformán drága, és ad, hogy ezt megértsük, megtudjuk, és ad, hogy ne tőled el, hanem hozzád meneküljünk lázadásainkkal, értetlen szívünkkel, bűneinkkel is, Uram. Ad, hogy bátran tudjunk hozzád menni, bár tudod, hogy remeg a szívünk, amikor meg kell vallani előtted, de mégis hadd menjünk hozzád mindenkor, most is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérem, nem tudom, van-e a testvéreknek még egy kis türelme. Kaptam pár kérdést, de én nem akarom ezeket a kérdéseket ma este mind megválaszolni, legfeljebb egy pár kérdést, ami úgy összetartozik. Az első kérdés az, hogy a Bibliát nem értem, miért van, vagy hogyan olvassam. Tehát nem értem, miért, vagy hogyan olvassam. Hát tulajdonképpen ez egy nagyon általános és jogos kérdés. Az ember valóban sokáig nem érti, nem nyílik meg előtte. Én bevallom őszintén, most is. Előfordul velem, hogy valamelyik igét nem értem. És akkor azt szoktam tenni, hogy letérdelek, különösen mikor tessék elgondolni, prédikálni kell, és ott van előttem az ige, és nem egészen világos. És érzem, hogy félre magyaráznám, félre beszélnék. És akkor letérdelek, és elmondom az Úrnak, Uram, nem értem. Könyörülj rajtam, mutasd meg, nyisd meg előttem az ige ajtaját. És megnyílik. De komolyan mondom, egyszerűen megnyílik. Na most azért szeretném azt is elmondani, testvérek, hogy ugye az Úr Jézus is tanítványokat gyűjtött. Tehát tényleg tanulni kell, mert a Bibliában sok minden kép, hasonlat, olyasmi van, ami egy kicsit akadály nekünk, mai embereknek, ami talán a zsidók korában nagyon világos volt, az nem biztos, hogy nekünk világos. Tehát a Bibliát nem úgy kell elkezdeni olvasni, hogy a Mózes első könyvét vesszük elő, hanem inkább jobb, hogyha egy evangéliumot, aztán esetleg János evangéliumát, leveleket, apostolok cselekedeteit vesszük elő, és majd utána vesszük elő, mert hiszen Krisztusban tűnik el a lepel. Pál mondja, hogy a zsidók mind a mai napig, amikor olvassák Mózest, lepel van az arcuk előtt, és az lepel Krisztusban tűnik el. És most végül így foglalnám össze, ha én valóban rászánom magam, ezt is az igéből mondom most, a dolgok megértésére, Dániel tette ezt, akkor meg fogom érteni. Tanulni kell, de mindenek előtt oda menni először is a bűneimmel Istenhez, mindenek előtt. És rendezni vele a kapcsolatomat. És mikor rendeztem vele a kapcsolatomat, akkor el kell kezdeni tanulgatni, járni az ő tanítványaként az utat. Jézus mondta, menjetek el,
tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tehát valóban tanulni kell, nem olyan könnyű. És aztán a megtért ember, a lázadását föladott ember, Isten szent lelkének a világosságában kezdi megérteni az igét. Egyre többet, egyre többet, egyre jobban kinyílik, egyre jobban látja, hogy ebből a könyvből az Isten szól hozzám. És akkor csodálatos könyvé lesz a Biblia. Hát úgy olvasni, mint egy regényt, vagy csak úgy kutatgatni, mint egy régi érdekességet, nem fog megnyílni. Itt is az a gyermeki bizalom kell, az a lelki közelség, ami aztán megnyitja ezt a drága könyvet, amiben Isten szól hozzánk. Még volt egy a Bibliáról, és azt hiszem máma, akkor be is fejezem a többi kérdést, nem venném elő. A Bibliát is csak emberek írták, miért vegyem komolyan, sokféle hit van. Hát, ez igaz. A Bibliát is emberek írták. És ez is az Isten szeretetének a jele. Tessék megfigyelni, ha valaki hallott a spiritisztákról, vagy olyan pogány, extatikus jelenségekről, ahol extázisba esnek az emberek, és médiumokká válnak, és nem tudják, hogy mit beszélnek. És azt hiszik az emberek, ez valami csodálatos dolog. Azt se tudom, mit beszélek, mert valaki beszél általam. Hát, sajnos az ördög. Az Isten nem ilyen. Ő nagyon tiszteli a teremtményét. Tiszteletbe tartja értelmét, szubjektivitását, önállóságát, és mindig az értelmén keresztül beszél. Figyeljük az Úr Jézus, hányszor hivatkozik az értelemre, vagy éppen az tanítványai értelmetlenségére. Hát ti sem értitek. Tehát a Bibliát ugyan emberek írták, de ne felejtsük el, olyan emberek, akikhez szólt az Isten. Erről Péter apostol is, Pál is vall, hogy Péter így mondja, hogy soha nem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem Isten szent lelkétől indítatva szóltak Isten szent emberei. Hát ezt aztán persze hit kérdése, hogy én ezt elhiszem-e, de hát keresni kell, kutatni kell. Tessék elképzelni, az örök élet kérdése nem ér meg annyit, hogy utána nézek, hogy kinek van igaza, melyik az igaz vallás, mert azt mondja, sokféle hit van, melyik az igazi? Hát bizony, ezek nehéz kérdések, és jogos kérdések, de én erre most röviden ennyit válaszoltam, és hogyha esetleg nem elégségesek ezek a válaszok, akkor majd akár írásba is, vagy szóba is tessenek feltenni. Tehát akkor én ezzel ma be is fejezem a kérdéseket. Erős várom Istenünk, Isten velünk, viszontlátásra!